Lesodródott az útról, majd egy 5 méter mély csatornába hajtott, és az oldalára borult egy utánfutott vontató személyautó, tegnap délután a és Körös között. Az autóban ketten utaztak, az egyikük a roncsba szorult. Őt a ceglédi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a roncsból, majd áramtalanították és átvizsgálták a járművet.